A mai napon hátedzés lesz. Azért csinálunk most egy hátedzést, mert a BVTV-ben marha sok hátedzés volt, csak nem csináltunk ebből ilyen szájbarágos magyarázós részt. Úgyhogy most az én saját hátedzésemet tudjátok megnézni, amihez majd fogok közbe pofázni pár okosságot. Ez legfőképpen azoknak lesz marha jó, akiknek a hátukkal problémája van, a teszten is láttunk ilyet. Szóval most mutatok olyan gyakorlatokat, ami a gyenge háttal rendelkezőknek kifejezetten előnyös lesz. Az edzés előtti brunyálás szerintem rendkívül fontos, mert különböző baleseteket tudtok ezzel megelőzni, úgyhogy edzés előtt mindenki brunyáljon, de nagyon ügyeljetek arra, hogy bemelegítő krémes kézzel meg ne fogjátok a cerkát, mert rohadt kellemetlen lesz utána. Na, természetesen fontos a bemelegítés, ezt ne hanyagoljátok el. Nagy körzés, 10 kis körzés. Lehet így is körözni. Az edzés mindig olyan gyakorlatokkal kezdem, amelyek átmozgatják egy kicsit és átmelegítik az izületeket és az izmokat, tehát nem nehéz gyakorlattal kezdem, hanem valami könnyűvel. Az első gyakorlatom általában a csigás egyenes karú lehúzás, ami egy buta gyakorlatnak tűnik, de helyesen végezve megfelelően jól betúrontja a hátat már előre és bemelegíti a vállövet. A hátedzésnél két fontos dolog van, amit meg kell jegyezni. Kampókéz, meg lapocka. Tehát nem a karomból húzom le itt a súlyt, nem a tricepszemből, nem a vállamból, hanem egyszerűen a karom az csak egy kampóként működik, és itt a hátamat, illetve a lapockámat húzom le szépen, és alul megtisztítom a hátamat. Maga a mozdulat az elég furcsa, úgyhogy hogyha a karodat ki kell belőle kapcsolni, de be kell ezt érteni, hogy a karod az csak egy ilyen eszköz, ami a lapockádra van akasztva, és csak a lapockákat kell mozgatni. Ez a gyakorlat egyébként nagyon hasonlít az áthúzásnak a mozdulatához, mert van egy ugyanolyan hátgyakorlat, ami úgy néz ki, mint az áthúzás. Mivel az áthúzás nagyon sokan rosszul végzik merre, ezért tulajdonképpen azt a hátgyakorlatot csinálják. De itt, mint mondtam, ez a mozdulat, ez a hátból történik, és a lapockádat kell közelíteni. A hátadat pedig ezen az alsó ponton tökéletesen jól meg kell feszíteni. Ami nagyon fontos, hogy minden izomnál az izom teljes kinyúlása. Tehát ezen a ponton hagyom, hogy nem a karom, hanem a lapockámnál a hátam teljesen ki tudja nyúlni. A karomat azt hagyom, az nem érdekes, hogy kinyúlik-e vagy nem. Amikor pedig lent van, teljesen megfeszítem a hátamat. Összefeszítem a lapockámat egy kicsit lefelé. Ezzel érzem a teljes összehúzódását. És utána a negatív szakaszba figyelek, hogy viszonylag kontrolláltan engedjen vissza. A legvégén még meg is állítom, hogy ez a kinyúlás része, ez egészen kontrollált engem, és teljesen jól érezze. Most jön az egészbe a csavar. Ugyanez egy kézzel. Engedem ki. Így feszül meg. Még egyszer mondom, és még fogom is sokszor, nem a kar nyúlik, nem a kar dolgozik, csak is a hátat engedjük ki, és a háttal húzzuk be az egész témát. Ez marha fontos. Egyébként nem tudom, van-e ilyen gyakorlat, vagy én találtam ki, mert csak rájöttem, hogy ez a mozdulat, ez nekem nagyon jó. Feszül, kienged, amikor kicsit bele kell guggolnom, teljesen megvegy a nyúlás. A következő az nem egy kötelező dolog, de marha mókás, azért megmutatom. Evezés. Csigával. Behúzom, amennyire tudom, a lapockákat, és lassan engedem ki a végén, teljesen kinyúljon. Hagyom kiesni a vállat egy kicsit, de nem puposítom be a hátamat nyilván, csak a vállból, hogy a lapocka előre tudjon esni, és a hát ki tudjon nyúlni. Enélkül ezt nem érzitek, az életben nem lesz hátatok, azt tudni. Egyébként nem evezek abszolút-e ruddal, hanem ilyen csigás fasságokat csinálok helyette, mégpedig azért, mert a derekam a probléma van, nagyon be vannak állva az alsó hátizmok, ezt mondjuk már mondtam ezerszer, de esetleg valaki nem tudja, ezért kímélnem kell, magyarul nem akasztok súlyt magamra úgy, hogy a derekamat terhelje. De még, hogy ezt egy kicsit fokozzuk, átmenjünk a másik csigára, amin van alsó is,
És meg lehet ezt csinálni alulról is. Teljesen máshova hat, mint amikor felülről húzom. Tehát a hátnak egy kicsit más részei dolgoznak. Amikor edzetek egy izmot, akkor szerintem nem szabad úgy gondolkozni, hogy keresek egy olyan gyakorlatot, ami a hátnak az alsó részét erősíti. Hanem ki kell, hogy alakuljon már ez az izomtudat, amikor összetudjátok kapcsolni a rostokat az agyatokkal. Tehát tudjátok, hogy melyik mozdulat pontosan hova hat. Ezt nagyon egyszerűen ki lehet magatokon kísérletezni, hogy melyik gyakorlatot hol érzitek. És így el tudjátok dönteni, hogy melyik gyakorlatra van szükség. Valakinek, most mondok valamit, általában ez már egy specifikus dolog, tehát ez komolyabb szinten működik csak, kezdőknél annyira nem oszt, de teszem azt, a háta alsó része le van maradva, és gondolkozik, hogy jaj, melyik gyakorlatot használjam, hogy a hátam alsó része. Nem kell ezen gondolkozni, mert megcsinálsz három mozdulatot, húzol egyet föntről, húzol egyet lentről, vagy akárhonnan kipróbálsz egy evezést, egy egykoros evezést, egy lehúzást, bármit, és érzed, hogy a hátad melyik része dolgozik, és azt a gyakorlatot használod, amit érzel. Ennyi történet, semmi csoda nincs. Ezt akár befejezni. Lehoztam Eddie Ebbut ebbe a terembe, és tetszett neki. Na most jönnek a pinnalegyező csigás gyakorlatuk után, most jönnek a számomra nehéz gyakorlatok, amiket szintén speciálisan végzek, én csak egy kezes súlyt használok a hátedzéshez. Két vagy három gyakorlatot szoktam végezni nehéz gyakorlatnak. Ez egy evezés lesz egy kezessel. Megtámasztva. Én annyira nem szeretem, mert nyomja a bélést, meg nem tudom annyira összehúzni. Annyira nem érzem, de érdemes kísérletezni vele, hogy mutatom meg. Mert nem feltétlenül muszáj feltámasztani a felső testet, hanem meg lehet oldani egyszerűbe is, kitámasztott homlokkal. Azért nem szeretem, mert nem tudom annyira hátrahúzni, majdnem olyan, mint a rendes rudas övezés. Nem tudom annyira hátrahozni a súlyt. Veszek egy kicsi súlyt, és most elmutatom lassító a technika. Ez persze a nyaki gerincnek nem jó. De nem is az a lényeg, hanem hogy csináljuk az egykapcsolást. Lucsítás. Kiértem a vállat, behúzom. Kiértem a vállat itt, behúzom. Látjátok a legvégen. Ejtés, hogy kinyúl a hát. Most jön a kedvenc gyakorlatom az egykezes övezés, amit sokan fűrészelésnek is neveznek, és térdelősen csinálják a padon. Én azt nem szeretem úgy csinálni, és nem szeretem fűrészelésnek se nevezni, mert sokan arra asszociálnak, hogy tényleg van ez a fűrészelős mozdulat, és nem igazán értik a lényeget, holott a lényeg ebbe is csak az, hogy lapocka, kampókéz, kiengedjük teljesen, hátunk kinyúljon, és utána behúzzuk ezzel a mozdulattal ide a csípőnkhoz a súlyt, úgyhogy minél jobban megfeszüljön a hátizmunk. Anélkül, hogy ezt a csúnya mozdulatot, hogy így belefordulunk a témába, megejtenénk. Én nem térdelek fel, mint mondtam, hogy megtámaszkodok valamibe. Hagyom teljesen kilógni a súlyt, ki van ejtve a vállam, és behúzom ide a derekamhoz. Előre nézek általában, és behúzom ide. Itt már megfeszül a hátam teljesen. Kiengedem és hagyom teljesen kinyúlni a hátam. Kicsit. Nem kötelező igazából, ez ki hogy érzi jobban, de ha megnéztek, akkor egy kicsit nálam forog a súly. Na, nézzük rendesen, hogy edzek is azért, mert most egy előszarul halni. A hátam homorú. Igazából az előre támasztással pedig leveszem a terhelést a derekamról, de különben normálisan neveznék. Nyilván így valahogy, akkor a súly az ugye a derekamat húzná. Így, csak ezzel az egész kicsi támasztással ezt így ki tudom küszöbölni, és egy olyan egy ilyen egyensúlyi helyzetbe állítom magamat, hogy ne fájjon a derekam.
ugyanez padon, ha valakinek ez szimpatikus, akkor csak ennyi a különbség. Én ezt nem szeretem annyira. Igazából tök, mert az izom az nem tudja, hogy te milyen gyakorlatot csinálsz. Ki tud nyúlni, el tud erjedni, és meg tud feszülni. Ennyi. Az izom az nem okos. Te lányod mondta egyszer, hogy fú, milyen büdös van. Lehet. Fú. Szokott ilyet mondani, igaz? Ja. Ez a bemelegítő krémáldásos hatása, hogy a csajok azt mondják, hogy büdösek vagytok. Hogyan csináljunk térudas evezést? Térud nélkül, sőt, rúd nélkül. Effektíve paraszt térud. Ezt szintén nem régen találtam ki. Egyébként marha jó. Beszartok komolyan. És így, hopp, fej, megtámaszt. Ez egy probléma, hogy kevés a súly, de koncepció működik. Arra kell ügyelni. Általában a legtöbb evező gyakorlatnál, hogy a könyök ne menjen kifelé, hanem mindig befelé jöjjön. Mert ha csak egy súly nélkül kipróbálod, behúzod a könyöködet, akkor érzed, hogy megfeszül a hátad, kifelé húzod, akkor nem. Akkor már hátsó vállat feszül meg, mert minden már a forgáspont nem a lapockában van, hanem a vállazon, ez már nem fosza. Evezésnél is ugyanúgy, hogy bent legyen a könyök, az a fontos. Az evezést és a többi hagyományos gyakorlatot azért nem mutatjuk meg, mert nem akarok hazudni, hogy én azt csinálom, mert nem csinálom most. Ez egyik ok, a másik ok pedig az, hogy ezeket mindig megmutatjuk a szemináriumokon, sőt az ebből készült videókon is meg tudjátok nézni. Megpróbálok kettőt összefogni. De szerintem nem fog sikerülni. De majd jót röhögünk. Aztek majd nem letört a csuklómat. Pont ott vannak a fogantyúk. Kérlek, talán ilyen hülyeségeket, csak nem biztos, hogy van értelme. Soha nem foglalkoztatok vele, hogy amit csináltok, az hogy néz ki. Tehát a varázs szó az, amit mindig elmondok, hogy a könyvben le van rajzolva egy gyakorlat, ez ott marha jól néz ki, az így elméletileg elmagyarázza, hogy mi ez a gyakorlat, hogy el lehessen képzelni, de mivel mindenkinek más hitomtapadásai vannak, más a struktúrája, lehet, hogy nálad tök máshogy néz ki ez a gyakorlat. Tehát most kell utánozni a képet, izom nyúlik, izom csúcs összehúzódik, erre kell figyelni, semmi másra. Nagyon könnyű, ez nem jó. Nem fogom át a rudat, mert ha átfognám, akkor karból húznám. Ez csak kampókéz, beakasztjuk kampót. Nem kell nagyon szélesen fogni, ez hülyeség, hogyha minél szélesebb fogod, annál szélesebb lesz a hátad. Minél szélesebben fogod, annál rövidebb úton tud a hátizom mozogni, és lehet, hogy pont a lenyúlását vagy a csúcsösszehúzódását nem tudod elérni, hogy úgy szélesen fogod meg. Szinte nem a kart nyújtjuk ki, hanem a lapockát, illetve a hátat hagyjuk kinyúlni. Felső csúcs voltam, lehet, hogy a karod még ott a tök hajlító van, és amikor felhúzod, akkor a lapockát kell összehúzni, kar kikapcsol teljesen. Ha valakinek a fogása gáz van, akkor gurtni. Akkor gurtni, vagy kampó föl kell magad akasztani, de az ennél, hogy ne tartsátok magatokat nagyon erősen a marokkal, mert akkor megint nem hátra fog menni. És ugye most nyilván a gyenge hátulókhoz célzom azt az egész kérdést, tehát aki ilyen genetikailag nem erősség a háta, nekik erre koncentráltan figyelni kell. Nagyon fontos, hogy a negatív szakaszt itt is lassan, tehát próbáljátok meg leengedni a negatívot, hogy teljesen faszán érezzétek a lapockáknak a széthúzódását és a hátnak a lenyúlását. Ja, és nem kell hozzá húzni, meg ilyen hülyeségek. Nem azt számít igazából, meddig húzott fel magad, hanem hogy hol feszül meg teljesen a hátizmod.